Jól kezdtük a mérkőzést, azt gondolom, hogy amit elterveztünk, a sikerült is megvalósítanunk. Egyik csapatnak sem volt ugye az első fél időben sok lehetősége, de nekünk volt kettő, amiből azt gondolom, hogy ha jobban zárunk a hosszún, illetve jobb döntést hozunk, akkor lehet, hogy mi tudtuk volna megszerezni a vezetést, és teljesen más a mérkőzést. 44. percben a Debrecen csináltunk egy óriási hibát, amiből megszerezte a vezetést. A játékosaimra nem lett semmiféle panasz, hiszen azt gondolom, hogy mindent elkövettek a második fél időben is. Fölvállaltunk egy nyíltabb játékot, és nem ezért lett 3-0 a vége, hiszen két pontrugásból kaptunk gólt, hanem azért, mert nem tudtunk élni azokkal a lehetőségekkel, amik a labdát szereztünk, hogy sokkal pontosabban tudjuk végigvinni. Ez benne van a labdarúgásban, azt gondolom, hogy a játékosok idáig nagyon nagy dolgot hajtottak végre, menni kell ezen az úton tovább.